Megmondtam neki, hogy ha akar valamit, annak ára van. Jó fej vagy. Miért nincs igazam? A főnökök főnöke. 8. rész. Massino! Már megint a csajokkal hegyeksz. Brazíliában nincsenek muffok. Pedig nekem ódákot zengenek a brazil nőkről, ha? De vannak. Csak nosztalgiám támadt a szicíliai nők után. Most menjetek. Ölej meg. Remek formában vagy. Ez a Brazília megfiatalít. Töröld ebbe. Köszönöm. Mi bajod? Tatucsó, nem is üdvözöd a barátunkat? A te hibád. Te hoztad őket a tanácsba. A Corleoneiek. Ez a kis pondró. Az én embereimmel akar üzletelni, és azt mondja, ne szóljanak nekem. Nem kell ilyen sötéten látni a dolgokat. Csak a helyzetet vázolom. Ha nem állítjuk meg, az az átkozott Rína kicsinál minket. Igaz, de azért vittem a tanácsba, hogy pórázon tarthassuk. Tegyél rá szájkosarat. Ti hagytátok hosszúra a pórázt. Mit akarsz tőlem? Meg kell neki mutatnunk, hogy ki az úr. Hey, a békét kell fenntartanunk, nem háborút szítani. A felügyelő megölésével messzire mentünk. Ideje végre az üzlettel foglalkozni, igazam van? A Corleoneiek nullák. Ha mind összefogunk, annyit se zavarnak, mint egy piaci légy. Igen, ha összefogunk. És nem veszítjük el a fejünket. Massino, ez hitvány lőre, öregem. Az én házamban megtudod, hogy milyen az igazi pezsgő. Tatucsó, induljunk. Attilio Bolzoni és Giuseppe D'Avanzo művenyomán a forgatókönyvet írta Stefano Bizes, Claudio Fava és Domenico Starnone. Milyen pihenésre? A lehet feküdjön, ne erőltesse meg magát, ne emeljen. Felírok egy gyógyszert, eszedje 3 napig. És ha úgy van, ahogy sejtem, a magzat szilárdan megtapad a mélyfalon. Nem hiszem, hogy ezután bármi gond lehet. Köszönöm. Fényképezte Federico Maziero és Daniele Nanuzzi. Nagyon jó szépen vagy. Látom, gyorsan megerősödtél. Még szerencsé. Hoztam valamit. Oda tettem a... Mi baj, Ninetta? Rosszul vagy? Nem, semmi baj. Menjünk innen. Vigyél haza. Nem értem. Mi? Zene Luigi Saviroli. Úgy ment minden, ahogy jósolta Don Toto. A bácsikát megette a mesénket. Jobban bízik bennem, mint valaha. És mi pontosan ezt akartuk. Ha egyszer ezen túl leszünk, a Passóti Riggánó negyed a te családod irányítása alá kerül. Ezt megígérem. Köszönöm. Köszönöm, Don Toto. Én sosem bíznék egy árulóval. Azt hiszed, én megbízom. Csak kihasználom, amíg kell. Ezt nézd meg. Ki az új palermói vizsgálóbíró? Terranova. Sosincs nyugalma itt az embernek. Don Toto, a felesége keresi telefonon. Igen, tessék? Halló, Biagio. Szia. Itt vagy még? Láttam Ninettát. Rendezte Enzo Monteleone és Alexis Szia. Láttam Ninettát a kórházban. A kórházban? Milyen kórházban? A Szent Szívben. Ő látott téged? Teresa, válaszolj! Ha látott, veszélyben vagy, nem érted? De nem tudom. És most hol vagy? A közelben. A közelben? De mihez közel? A kórházhoz, a Principe Amadeo úton. Teresa, jól figyelj rám. Keres egy bárt, egy üzletet, egy nyilvános helyet a közelben, menj be és el ne mozdulj onnan. Kérlek, gyere értem. Azonnal indulok. Mit csinál? Ezt nem szabad. Ő az én fiam.
Asszonyom! Az utamból! Takarodj! Tereza! Tereza, nyugodj meg! Itt vagyok! Nyugodj meg! Nem! Mi történt? Mi történt, szerelmem? Miért történt? Tereza, mi történt? Miért velem? Előkészítem a műtétet. Elnézést. Hogy érzed magad? Miért nem szóltál róla? Én is csak két napja tudom. Biztos akartam menni. Ma este mondtam volna. Annyira sajnálom. Majd beleőrülök. Elnézést, felügyelő. Igen? Ellenőriztük a kartonokat, minden rendben. Bagarellának semmi nyoma. Rendben, később megbeszéljük. Biztos vagy benne, hogy ő volt az? Ninetta volt? Még most is csak ő érdekel? Most, mikor csak rám volna szabad gondolnod? Asszonyom, felkészültünk a műtétre. Ha kijövök innen, elmegyek, Biácsom. Akár velem jössz, akár nem. Hogy mondhatod ezt? Ez sem volt elég? Semmi sem győz meg. Jöjjön, asszonyom, támaszkodjon rám. És ha golyót röpítenek a fejünkbe, veszélyben volt még a gyerek is. Megmondanád, mi az Istenre várunk? Majdnem ott maradtunk, Totó. Nem sok híja volt. Miért nem mondasz semmit? Fogd be a szádlu, Kino. Totó, végezni kell vele. Ha te nem, majd elintézem én. Fogd be! Azt mondtam, fogd be a pofád! Mi vagy te, hogy te döntöd el? Ez élhet, az meg halljon meg. Az Atya Úristen! És nézd rám, ha hozzád beszélek! Ki akarsz nyírni valakit? Hát akkor öld meg nekem ezt! Ha a tanács jóváhagyása nélkül tesszük, abból botrány lesz. Nekünk kell megtennünk. Mire ezt megbeszéljük a palermóiakkal, én beleőszülök. A zsaruk meg eleve nem felfalnak minket. Ezzel újabb háborút robbantasz ki, ugye tudod? Hát akkor készüljünk háborúra. Senki nem veszi fel a versenyt veled, zsebedben a kinevezés. Azért csak várjuk ki a végét. Ebben a városban nem lehet tudni. Cezáre, ez komoly dolog. Ha téged neveznek ki az iroda élére, sokkal többet tehetünk. Pont ezért jöttem vissza. Rómában az urak semmit sem értenek. A parlamentben egyeseknek van képe azt mondani, hogy nincs is maffia. Most képzeld el. Bíró úr. Szkíró. Örülök, hogy újra látom. Én is nagyon örülök. Ha minden jól megy, gyakrabban fogunk találkozni.
Remélem, Cesare, remélem. Szevasz, Gaetano. Viszlátsz, kiíró. Viszontlátásra. Ügyész úr, beszélnünk kell. Akkor menjünk az irodámba. Ne. Egy biztosabb helyre. Boris Giulianót elárulták. A gyilkos pontosan tudta, mikor marad egyedül. Valaki a kapitányságról volt az. Ki? Azt még nem tudom. Csak azt, hogy elárulták. És tudom, ki ölte meg. Leo Luca Bagarella. Salvatore Rina sógora a Corleonei családból. Ezt a szemtanúk leírása alapján rajzolták. A nyomozás mégis ismeretlen ellen folyik. Gondolom, ön nem is tudta. Nem. Lehet, hogy a Corleoneiek hajtották végre, de a megbízók palermóiak. Én végigviszem a nyomozást a laborok és a reptéri pénzügyében. De maga csukassa le őket. Rendben van. Bíró. Törzsőrmester? Ön vezet? Minden nap ugyanaz a kérdés, Mancuso. Legyek hamuvá én is, mint ez a kártya, ha valaha is hűtlen leszek az esküvőhöz. Így legyek hamuvá én is, mint ez a kártya, ha hűtlen leszek az esküvőhöz. Most már te is családtag vagy. Én vagyok, Tereza. Hogy vagy? Hogy érzed magad? Tereza! Tereza! Elvesztettük a babánkat. Nem a te hibád, de elmegyek. Nem akartalak téged is elveszíteni. De te ezt nem érted meg. Feltehetően három férfi követte el a gyilkosságot Terranova vizsgálóbíróháza előtt. Állarcot nem viseltek. Körülbelül 30 lövést adtak le, némelyiket egész közel. Ne. A merénylet másik áldozata... Állatok! Rohadékok! Megfegletek! Felhívjuk a New York-i járat utasainak figyelmét, hogy a beszállás megkezdett. Kérjük, fáradjanak az ötös kapuhoz. A 415-ös Alitalia járat Torinóból várható a 20 percet késik. Megértésüket köszönjük. Menjünk haza, Tereza. Nagyon kérlek. Megmondtam, Biagio. Én elmegyek. Veled vagy nélküled? De én nem tudok nélküled élni. Hát akkor gyere velünk! Ne kérdezz tőlem. Nem tehetem. Ma megölték Terranovát is. Látod? Sosem lesz vége. Míg meg nem ölnek mindannyiótokat. Nem ölhetnek meg mindannyiunkat. Hiszen épp azt teszik. Menjünk. Várjunk.
Tereza! Tereza! Csak pár napot adj, míg lezárom ezt a nyomozást. Persze. Azután majd jön a következő ügy. Utánatok megyek. Megígérem. Ninuccio. Most el kell mennetek egy időre. És te mikor jössz? Nem sokára. Utánatok megyek én is. Aztán vigyázz a mamára. Mm-hmm. Jól van. Antonio, gyere! Szia, Teresa! Ninuccio! Szia, papa! Gyere, fiam! Ők voltak azok! Az én területemen, az engedélyünk nélkül! Hallottam, Totuccio, hallottam! Ebből elég volt! Elintézem! Beszélek a képviselő úrral! Helyes, beszéljetek! Tegnap este brutálisan meggyilkolták Terranova vizsgálóbírót és Mancuso rendőrtörzsőrmestert. A merénylet alig pár nappal azután történt, hogy a szombati vérontás által... A Corleone-iek bűne. Teljesen elment ezeknek az esze? Mi az ördögöt vettek ezek a fejükbe? Ebből akkora balhé lesz, hogy el sem képzelít. Ezt inkább Ciancimino-nak mondta. Ciancimino-nak? Neki már hiába beszélek. Hát persze, a markukban tartják. Beszéljetek ezzel a csőhével. Térítsétek észre őket. Mindannyiunk érdekében. Ez áll az ügy hátterében. Igaz, egyesek személyes bosszúról is beszélnek. A parasztoknak hiába magyarázod, mi a tisztelet vagy a becsület. Pusztába kiáltott szavak. Kiiktatjuk a törpét. Csak így állhat helyre a rend. Egyet értek. De félek, nagy vihart kavarok. Lehet, hogy már késő. Nem, még nem késő. Én magam ölöm meg a saját kezemmel. Méghozzá mindenki előtt. Holnap eljön hozzám, és holnap meghal. Ha nem öl meg előbb minket. Persze, hogy a maffia volt. A felügyelő a tyúk szemükre lépett. De rebesgetik, hogy valami más is volt a háttérben. Giuliano nem betette meg a nőket. És folyton kártyázott. Azt beszélik, hogy nagy adósságot halmozott fel. Mit mondtál? Mi a fenét pofáz? Én csak azt mondom, amit hallok, Skiro. Ha nem tetszik, ne hallgasd meg. Ebben a városban senki sem szent. Fogd be a pofát, te kis rohadék! Még egyszer a szádra nevet Boris nevét! A maffia terjesz róla ilyen ocsmátságokat. Ne ismert, mert mind a maffiának dolgozunk. Nyisd már ki a szemed, Skiro! Nem igaz, hogy nem látod. Még egy szó is, kinyugasztalak. Nem, Stefano. Nem ölheted meg egy család fejét engedély nélkül. Akkor pont ugyanazt tennéd, amit ők. A szabályok vagy mindenkinek szólnak, vagy senkinek. Rina minden szabályt megszegett. El kell simítani ezt az ügyet. Te kinek az oldalán állsz? Miféle kérdés ez?
Csak szeretnélek megkímélni a bajtól. Rína az egyetlen baj. De miért nincs már itt? Jön vagy jön. Nyugodj meg, eljön. Szépen. Meglátod, milyen szép hely. Csak néhány napról van szó. Aztán vége ennek. Nincs több költözködés. Én nem panaszkodom. Tudom, hogy nem panaszkodsz, de a gyerekek sem értik, és nem tudom megmagyarázni. Te jobban tudsz bánni a szavakkal. De tudod, mikor mit mondj. Vigyázz magadra. Most már menj. Készen vagyunk. Várják őket. Adjon Isten, Don Stefano! Rettenetesen sajnálja. Nem jöhetett, mert a gyerekek belázasodtak. Nem akarta egyedül hagyni őket. Átadjunk valami üzenetet? Igen. Pénz áll a házhoz. Ha kell, tudja, hol talál meg. Keresd meg. Felügyelő? Látom, magával nem lehet normális helyen beszélgetni. Én már senkiben sem bízom. És ezt tökéletesen megértem. A bankigazgató, az ő kezén folyik át a drogpénz. Ez pedig Stefano Bontade villája. És Stefano Bontade sajnos szabad állampolgár. Mindenki tudja, kicsoda és mit művel, de még senki sem tudta bizonyítani. Most már megvan a bizonyíték. A droglabor. A Bontade és Inzerillo család tagjai, akiket elkaptunk. A pénz és a bankigazgató. Ez nem lesz könnyű. Bocsásson meg, ügyész úr. Bontade éli az életét. Rína szökésben van, de a neje Palermo központi klinikáján szül. Kivégezték Giulianót és Terranovát, de a nyomozás sehol sem tart. Mondja meg ön, akkor mi a fenének vagyunk? Várjuk, hogy minket is hidegre tegyenek. Mindenben tökéletesen igaza van. De nem adhatok ki bosszúvágyból elfogadó parancsot ellene. Nem, ügyész úr, ebben nyoma sincs bosszúnak. Az aktában csak tények vannak. A dühömet megtartom magamnak. Na, minden jót. Róma. És ha találsz itt munkát, utána mi lesz? Mikor megyünk haza? Édesem, csak a nyárról van szó. Aztán majd meglátjuk. Úgy sem kaptam még munkát. Miért? Mi a baj? Nem jó itt Rómában? Nem annyira. Miért? Mi hiányzik? A barátaim. Nem sokára itt is lesznek barátaid. Emiatt ne aggódj. Na, kinyitod? Jól van. Addig én is elkészülök. Kérdezd meg, hogy ki az?
Antonio? Ki az? Palermo. Uraim, ne késlekedjünk. Azt akarom, hogy még ma adják ki az összes elfogató parancsot. Önnézze, ügyész úr, azt hiszem némely körülmény még tisztázásra szorul. Például? Hát például Salvatore Inzerillo bűnrészessége a kábítószerkereskedelemben még nem nyert bizonyítást. Ahogy mondtad, éhésem. Jó, tegyük fel, hogy a drog, ami Giuliano lefoglalta, az övé volt. Aztán, hogy kapcsolatban áll az amerikai főnökökkel, hogy meglátogatta a bankigazgató, de kérem, ez mind csak feltételezés. Így fennáll a veszélye, hogy a tárgyaláson nem áll meg a vád. Hosszú évek óta, most először. A hivatalnak végre esélye van rá, hogy a maffia főnököket végleg térdre kényszerítse. Tiszteletben tartom a véleményüket. De számomra ezek meggyőző bizonyítékok. Írjuk alá a parancsot. Távozzanak az irodámból. Bontá, de egy spéci alfát csináltatott magának. Páncélozó. Egyenesen a gyárból hozatta. 30 milliójába került. 30 millióba? Annyiból már egy Mercedes kupét is veszek magamnak. Vagy egy pagodát. Méghozzá bőrüléssel. Ha már egy kocsiban kell meghalom, akkor abban akarok. Az már igaz. Ez a baj veletek fiatalokkal. Azt hiszitek, a pénz a minden, pedig semmit sem ér. A pénz arra kell, hogy barátokat szerez. Mert a barátok védenek meg. Ha valaki a pénzből kocsit vesz, meg hasonlókat, a pénz semmit sem ér. Csak egy szám, egy csomó nulla egymás után. De Don Toto, most őszintén. És ott vannak a nők. A nők a legfontosabbak. Egy nő a család alapja, tisztelnünk kell, hűnek kell maradnunk. Valamikor a főnökök megbüntették azt, aki megcsalta a feleségét. Hát a palermóiak. Mindnek szeretője van. És nem is egy. Kettő, három, négy, mint az állatok. Párzanak bárkivel, akit meglátnak. Jó pofa. Kinevetsz engem? Nem, nem, csak eszembe jutott. Hagyjuk. Na, mondd csak. Mi annyira vicces? Nem, én csak... Szóval arra gondoltam, hogy épp mi beszélünk szabályokról, erkölcsről, meg olyanokról, hogy mindig mondjunk igazat. Miközben ezeket mi sem tartjuk mindig be. Na szép! Én beszélek, ez meg kiröhög. Csak azt akartam mondani... Ne erőlködj, Toto, menjünk be, későre jár. Ezt még befejezzük. Azt mondod, hogy nem tartom be a szabályokat. Hogy képzeled? Én csak... Hé, válaszolj már! Elmészte a fenébe, Toto, a frászt. Te látjátok, hogy beszáll? Hogy lehet valaki ekkora? Menjünk be, későre jár. Amíg komolyan is vettem. Gyerünk, ne viogjatok befelé. Nagy mókamester maga, Don Toto. Beérőtös úttak a viccel. Thank you.
francba, és senki sincs. A rohadt életbe. Hol vannak? A mocskok. Ezt megúsztuk. Ha még egy percet várunk, ott hagyjuk a fogunkat. Az biztos. Már biztosan eszik a kefét, de ezért kitépem a szívüket. Semmi. Mindenki ugyanazt mondja. Megszöktek. Barmok! Mi az, hogy csak úgy eltűntek? Takarodj a szemem elől, még erre se vagy jó! A rohadék! Mocskos trici! A szarházi paraszt! Nyugodj meg, Stefano. Nyugi. Rina az őrületbe kerget, és így sosem kapod el. A bölcs Busetta szólott. Hallgatlak. Mit tudsz mondani azzal az okos kis fejeddel? Hallgatlak, na? Úgysem hallgatsz rám. Ez az ember már megölte a lelkedet. És nem sokára megöli a testedet is. Massinónak igaza van. Iggatnak kell maradnunk. Úgy csinálunk, mintha ő vadászna ránk. De az igazi urak mi vagyunk. És ezt meg is kell mutatnunk. Hadd lássa mindenki, ki parancsol. Ha? Kezdjük rögtön azzal a Kosztával. Az az átkozott mindannyiunkat rács mögé akar küldeni. Róma. Nagyon szép. Kellemes hely. Igen. Talán életemben először szabadnak érzem magam. Ebből látszik, hogy igenis lehet másképpen élni. Csak te hiányzol. Miért nem kéred az áthelyezésedet? És a gyerek? Hogy érzi magát? Ő jól van. Egy csomó barátja van, még minden új. Nyinudzó, mesélj. Szeretsz itt lenni? Igen, csak itt nincs tenger. És minek a tenger télen? A tengerhez nyáron megyünk. A szünetben. Ha? Elfogató parancs a palermói maffia főnökök ellen. Mi az, Bercsó? Mi történt? Telefonálnom kell. Palermo. Halló. Ügyész úr? Á, ön a Skiro. Olvasta a lapokat? Igen, ügyész úr, olvastam. Helyes. Elégedett? Magára hagyták, ügyész úr. És persze nagy dobra verték, hogy ön írta alá a parancsot. Szerencsére ezt a kapitány is tudja. Úgyhogy pár nap múlva védőőrizetet kapok. Mi az, hogy pár nap múlva? Nem tudom, felmerült valami jogkörkérdés emiatt. Á, szokásos bürokrácia. Halló, ott van még? Igen, itt vagyok. Nem hiszem, hogy azonnal elkapják őket. De most legalább megmutattuk nekik. Az biztos. Igaza van, ügyész úr. Akkor minden jót és szép napot. Önnek is, Skiro. Önnek is szép napot. Főnök, beszéltem Kosztával. Védőőrizet kell azonnal. Igen, tudom, hogy pár nap is megkapja, de ezt már a maffia is biztos tudja. Béna, mielőtt lépnél, találd ki, hogy én mire készülök. Ha csak arra gondolsz, hogy győz. Kicsinállak. Mint a palermójakat. Pepe az. Akkor küld be. Gyere. Adj Isten, Don Toto. Gyere, Pepe, gyere bátran, ülj le. Köszönöm. Nézd csak, milyen képet vág Vinno. Legalább te csaj mosolyt az arcára. Meg lesz. Majd megőrülnek dühükben.
Mindenkit mozgósítottak, föllerohangálnak az egész városban. Négy paraszt az őrületbe kergeti Stefano Bontázét. Don Paolino fiát. Igazi macska egérharc. Igazán? Ezek szerint én volnék az egér? Ennyit vesződöm, hogy egér lehessek? Nem úgy gondoltam, Don Toto. Jól mondtad, Pepe, jól mondtad. Csak hogy az egér belefáradt. Én már inkább macska lennék. Holnap után Bontáde a születésnapját ünnepli. Aztán a szeretőjénél tölti az estét. Akkor meglepjük egy kicsit. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Híreinkben újabb tragikus merényletről kell beszámolnunk. Az áldozat ezúttal is egy köztisztviselő. A palermói államügyészt Gaetano Costát tegnap este gyilkolták meg otthona előtt, amikor kiszállt autójából. Most kapcsoljuk palermói tudósítónkat, aki beszámol a brutális gyilkosság részleteiről. A fiunk egy igazi őstehetség. Ha így folytatja, még válogatott is lehet. Egy szuper csatár! Tereza! Tereza! Hé, hey, Tereza, mi a baj? Costa államügyész. Az előzetes vizsgálatok szerint hármunkból jött, és egészen közelről több lövést adtak le az áldozatra. Végül a már maga tehetetlen, földön fekvő államügyészt fejbe lőtték. Az igazságügyi orvos szakértő elmondta, bármelyik lövés önmagában is végzetes lehetett volna. Az államügyésznek nem volt esélye a túlélésre. Most mit csinálsz? Azonnal vissza kell mennem. Nem, nem engedlek oda. Én vettem rá, hogy írja alá a parancsot, nem érted? Én tehetek róla. Te. Körülötted forog az egész világ. Csak te. Hogy lehettem olyan ostoba, hogy azt hittem, még megváltozhatsz? Kérlek, szerelmem, próbálj megérteni, vissza kell mennem. Mikor összeházasodtunk, azt mondtad, csak arra vágysz, hogy velem lehess. Hogy semmi másra nincs szükséged. Hogy gyönyörű életünk lesz. Milyen élet az, ha behunjuk a szemünket? Normális élet. Hétköznapi élet. De nem nekem. Sajnálom, szerelmem. Az nem élet. Rendben. De akkor élj egyedül. Ha elmész, örökre elmész. Látni sem akarlak. Meg is van. Kész vagyunk, Don Toto. Mit szóltok? Pogát kofi tetszik majd Don Stefanónak? Még a villanyt se legyen ideje leoltani. Nem lesz gond. Majd mi kioltjuk a fényt. Következő Incerillo, aztán Busetta, és a családtagok. Írmagjuk sem maradhat. Csak nem vagy ideges? Mint srácskorunkban, amikor átvettük az irányítást Navarrától. Emlékszel? Most is ugyanazt csináljuk. Csak most nem Corleone-t foglaljuk el, hanem Palermót. És Palermóval Szicíliát, az egészet.
Ön Costa államügyész munkatársa volt? Bizonyos értelemben igen. Ön az egyik úriember, aki nem írta alá a parancsot, igaz? Nem. Téved, uram. Ön kicsoda és mit keres itt? Biagio Schiro felügyelő. Én kértem az államügyésztől a letartóztatási parancsot. Giovanni Falcone. Én képviselem a vádat Bontáde és társai ellen. Furcsa. Még sosem láttam. Nemrég helyeztek át ide. Na, helyben vagyunk. A legtapasztalatlanabbra bízták. Giovanni, te még itt vagy? Igyekezz, meggyilkolták Bontádét. Ha megbocsát. A géppisztoly ellen a páncélozott kocsi semmire se jó. Nézzetek magunkra. Mi a főnökök, egy lyukba bújunk, mint a mocskos patkányok, és remegünk attól a paraszttól. Itt senki sem remeg, és senki sem patkány. Stefano Bontáde meg akarta ölni Totorinát. De Totorina ölte meg Stefano Bontádét. Ilyen egyszerű volna. A törpe kivégezte Stefano Bontádét, a Cosa Nostra legjelentősebb főnökét. De a te szemedben nincs jelentősége. Massino, nekem is ugyanannyira fáj, mint neked. Vagy még jobban. Stefanót láttam felnőni. De mondd meg nekem, hogy mit tehetünk, ha? Az amerikaiak aggódnak, próbálom megnyugtatni őket, hogy majd mi elsimítjuk az ügyet. Épp ezért kell nekünk elsimítani. Már azt hittem, nem akarod megérteni, Don Michele. De most már látom, hogy tökéletesen érted. A törpe nem áll meg Bontadénál. Mindenkivel végezni akar. Talán lesz olyan, akit életben hagy. De a Cosa Nostrának vége. Miket beszélsz, Massino? Semminek sincs vége. Te vagy a következő, utánad meg én jövök. Nem fogja elpusztítani a szervezetet. Engem ez a kígyó nem fog hidegre tenni. Mondd meg neki, hogy nem neheztelek rá. És részemről fátylat boríthatunk mindenre. Az üzlet érdekében. A többit én elintézem, világos? Világos. Inzerillo! Mozgás, siessetek! Oké, indulhatsz! Megismétlem. A legvalószínűbb, hogy Inzerillo megölte Bontádét, és az ő emberei álltak bosszút. Kinyírták Inzerillót. Igen. Egyelőre ezt a nyomot követjük. Elnéz a jó anyába. Te meg mit akarsz? Szerintem a vérbosszú elmélet nem állja meg a helyét. Nincs értelme. Mert te aztán tudod. Használom a fejem. Szövetségesek voltak, nem volt okuk háborúzni. Ez egy ember műve. Salvatore Rinai. Na ide figyelj, Schiro. Ha ezek halomra lövik egymást, hát nekünk csak annál jobb. Senki nem kíváncsi a magyarázatra, meg vagyok értve? Persze. Giulianót az adósságai miatt tölték meg Costának, meg nem kellett védőőrizet. Nagyon vigyázz a szádra, Schiro. Maga ezt a háborút nem akarja megnyerni. Milyen háborút, Schiro? Takarodj innen, kifelé! Sőt, maga meg sem akarja vívni! Schiro, most már a tököm tele van veled. Áthelyeztetlek! Már is mész vissza Corleonéba, te seggfej! Isten hozta, Don Michele. Adjon Isten. Miért nem a sajátodat használod? Tessék. Jó, ez már sokkal szebb lett. Kínáld meg kávéval a mamát. Jó napot. Toto, kedves asszonyom, ön napról napra fiatalabb és szebb is. Don Michele mindig túloz. És milyen nagyok a gyerekek. Hát, szépen berendezkedtetek itt, gyönyörű. Jól megvagytok? Nem panaszkodunk. Toto, beszélnünk kell. Parancsoljon. Engedelmével, asszonyom. Persze, hogyne.
Az amerikaiak nagyon aggódnak. Valóban, ugyan miért? Be kell már fejezni ezt a háborút. Belefáradtak, hogy a hullákat számolják a mi oldalunkon és az övékén. Ha egy amerikai meghalt, azt Inzerillo hívta ide. Tudod, ki az a Johnny Gambino? Hallottam már róla. Johnny Gambino képviseli egy szemében az összes amerikai családot. És ez a Johnny Gambino most idejön, Palermóba. És mi úgy fogadjuk majd, mint egy igazi főnököt. Johnny Gambino nem egy főnök. Johnny Gambino a főnök. És csak reménykedhetünk, hogy meg tudod győzni, hogy szükség volt erre a vérontásra. Majd mindent elkövetek. Jöjjön, megmutatom a paradicsom ültetvényt. Gyönyörűen beérett. Corleone. Jó napot, Skiro vagyok. Á. Most érkeztem Palermóból. Igen, már vártuk. Erre parancsoljon. Ez lesz az ön asztala. Ezeket az engedélyeket kell kiadni, kicsit le vagyunk maradva. Ha valamire szüksége van... Nem, köszönöm, minden megvan. Ezt holnapra fejezze be, és reggel az asztalomon legyen. Skiro! Patane! A minden segít neki, hogy vagy öregem? Jól, megemberesedtél. Sörhas, őszhajszálak, így megy ez. Hogy kerülsz te ide? Miért küldtek ide hozzánk irodai munkára? Úgy látszik, defektes vagyok. Az a te defektet, hogy még megvan a gerinced. Persze, azok után, ami történt, nem is lepődöm meg rajta. Szóval még nem is olvastad. A P2 szabadkőműves páholy. Mindenki benne van, olvasd. Akit csak akarsz, Skiro. Tábornok, kapitány, miniszter, még titkos szolgálatok. De hát ez a Palermó jegységem főnöke. Ez küldött ide Corleone-ba. Látod már, kire bízták a maffia ellenes nyomozást? Ezeknek aztán mindenhol van emberük, a rendőrségen, a bankokban, a városházán. Itt mindannyian meg vagyunk többen. Miért? Mit hittél, hogy mindegy oldalon állunk? Hogy ezeknek nem csuk senki? De mégis, kik azok az ezek? Hát a mafiózok, az összes. Többek közt Rina. Mindenkit a markában tart. Innen indultak, erről a térről. Mezitlábasokként. Most meg ők Palermo urai. Szerinted ki segített nekik? Senki? Na mi lesz? Válaszolj! Skiro, nem kéne kipihenned magad? Nálunk a szabály a szabály. De sajnos Stefano Bontade megszegte a szabályt. Meg akarta ölni egyikünket, egy főnököt, felhatalmazás nélkül. Ezt pedig igazán nem hagyhattuk. Totocsó Inzerillo pedig az ő oldalára állt. Ezt már mi is tudjuk. De most hogyan tovább? Nincs baj. Megtörtént, aminek meg kellett történnie. Azt észrevettük. De nekünk megfelelt minden úgy, ahogy eddig volt.
Garanciát akarunk. Egész nyugodtan visszamehet Amerikába. Amit tettünk, azt a család érdekében tettük. Túl sokan akartak irányítani. Nem tudta a jobb kéz, mit csinál a bal. Túl sok pénzt herdáltunk el. És a zsaruk kezdtek a nyakunkra nőni. Majdnem mindent elvesztettünk. Mi is. És maguk is. De most csak egy főnök van. És minden egy kézben van. Bennünk meg lehet bízni. Elnézést. Az embereim már várnak. És mit fog mondani nekik? Hogy mostantól Corleone az úr. Magyar hangok. Dányi Krisztián, Széles Tamás, Törtei Tünde, Kéri Kitti, Barabás Kis Zoltán, Dolmány Attila, Láng Balázs, Gyürki István, Kofler Gizi, Németh Kriszta, Starenki Pál, Faragó András, Ince József, Berotin Gábor, Rajkai Zoltán, Juhász György, Gubányi György, Hágen Imre. Szerkesztő Fábián Noémi. Magyar szöveg Schulz Ádám. Hangmérnök Sebestyén Dezső, Vágó Mohácsi Nóra. Gyártásvezető Kun Márta. Szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkron a Duna Televízió megbízásából a Liget stúdióban készült.